Nagy örömünkre szolgál, hogy a kolozsvári Magyar Napok keretében Bánffy Miklós karikatúráit bemutathattuk, illetve újra bemutathattuk. Ez a Bánffy emlékévnek a szerves része. A kiállítás két részből is áll, az egyiken a karikatúrákat láthatjuk, nagy méretben az operai részen, azt gondolom egy olyan kiállításban, amely korábban ilyen formában soha nem volt látható. A másik részen viszont egy összeállítás látható, egyrészt a karikatúrák eredeti méretben, másrészt egy fotóösszeállítás, amely magukat, a politikusokat ábrázolja, hiszen sokukat természetesen ismerjük, de vannak olyanok közöttük, akikről már nem tudjuk, hogy hogyan néztek ki. Így épült fel ez a kiállítás, és azt hiszem, hogy nagyon sok mindenki számára ismertek ezek a rajzok, mégis a jelenlétük azt gondolom, hogy a színházban nagyon fontos. Ugyanakkor egy meglepetéssel is szolgáltunk, hiszen látható Bánffy Miklós a nyári színházról készített homlokzati terve, amely a Rádai gyűjteményben őrzött anyag, és én azt gondolom, hogy egy különleges mozzanata a színház történetnek. Természetesen ez nem valósult meg soha, ez a homlokzati terv, de mégis most megtekinthető, és Bánffy Miklós úgymond másodszor is hazaérkezett, hiszen imár az opera és a színház berkeiben is ott található. A kiállítás a tavaszi Történeti Múzeumban tartott nagy Bánffy kiállításnak egy leágazása.